Kérjük, vigyázzanak! A kártyák támadnak! Damien White következik. Sziasztok, srácok! Egy újabb a bontás, újra támadnak a kártyák, és itt ö, szó szerint vehetjük Szalóci a ö, intróját, hogy támadnak a kártyák, ugyanis, hát nézzétek meg, hicskok, bontom is ki rögtön, ö, Habár nála nem a kártyák, hanem igazából a Madarak támadtak legalábbis ebben az esetben. Nem tudom, hogy mennyire vagytok képben uh, hicskok terén, én szeretem hicskokot, tehát több filmért láttam többször is, tehát nem egyszer. De én már az a, az a, az a vén, vén ember vagyok, aki értékeli még Hitchcockot. Bár azért lehetnek kivételek, tehát lehet köztetek olyan fiatal, aki úgy szintén értékeli Hitchcockot. Minden esetre ez a kártya neki állít emléket, és akkor nézzük is meg, tehát a híres madarak jelenet. Hú, ezután a felvétel után lehet, hogy berakom a madarakat. Nem tudom. <laughs> Megjött a kedvem egy kis Hitchcockhoz. Tehát madarak, itt vannak a hát, ugye, hogy honnan, stb. stb. honnan vannak a, a képek, ezt megnézhetitek. Tetején number 16, 16-12, piatnik, ez egy piatnik kártya, igen. És e, itt van a még egy kis leírás, hogy tulajdonképpen Hitchcocknak állít emléket ez a pakli, aki a terror, meg a, meg a, meg a feszültség nagymestere, stb. stb. Az alja az semmi, és a hátoldalán pedig a pszichónak a régi jó Anthony Perkins-es pszichónak a, hát ez egy borítója lehetett, borítója, plakátja, plakátja, doboz semmi, félre rakjuk, és akkor, hát igen, dupla fólia, mert szeretjük a fóliákat, hol nyílsz, barátom, megtalálom, amerre nyílsz, vagy amerről nyílsz, innen nyílsz, nagyszerű, ez kuka, és akkor nézzük, van egy leírásunk, ezt, hát ezt ide, ide így kirakom, hogyha valaki szeretné, akkor meg tudja állítani a videót, és el tudja olvasni, hogyha szeretné. Hogyha nem haragszatok, akkor én ezt nem fogom most itt végig olvasni, de itt van nektek a lehetőség, megmutattam. Na, ú, egy nagyon érdekes, nézzétek, micsoda hátlap ez. De fura. James Stewart Vertig, ez a Vertigónak a hátlapja. Hát, Piatnik még egy ideig működik úgy, ahogy, de, de nem kapott olyan bevonatot, finist vagy bármit, vagy hát megkapta a klasszikus Piatnik minőséget, hogy így fogalmazzak, de hát ez nem olyan, de hát így néz ki a hátoldal. Viszont jó, feltűnő, piros. Na nézzük az elejét, nézzük a, a képeket pszichóból, a híres, hát tulajdonképpen ez szerintem a, a, szurkálós, zuhanyzós jelenet előtt. Vertigóból, James Stewart. A vertigó az a szédülés volt, srácok? Kommentbe javítsatok ki, ha tévedek, de az a szédülés volt, nem a vertigó, nem tudom most hirtelen. Pszichó. Igen, itt van a t t t Frenzy. Pszichónak a... Ez egy német plakátja volt. Ú, uh, a ház. A ház, a pszichóház. Ez is német. Németországi plakát. 1960. Úgy látszik, ö, főleg két-három filmre. Vagy lehetséges, hogy megyünk tovább, ez a, vagy, a, ja, nézzétek, ezek a királyok. Ah, a királyok azok pszichók voltak, az ászok vegyesen, ha nem is néztem. É, ezeknél a pakliknál nem tudom, srácok, de nem nézem az értéket. A képeket nézem. Képeket nézem. Grace Kelly. A híres Grace Kelly, srácok. Dial M for Murder. Ez a gyilkosság telefonhívásra volt? Azt hiszem. Joan Fontaine, a Rebekából, 1940. Hát nem tegnap volt, maradjunk annyiba. The Lodger. Ezt ott felismeritek? Van benne valami Houdini. Nem, van benne valami hudin is dolog. Ugye, ugye? Jamaica Charles Lawton, Harry Fonda, egy másik híres színész, a The Wrong, Wrong Manből. Az ember, aki túl sokat tudott. Ez is egy híresebb Hitchcock film. Ez hirtelen nem tudom, ez mi. Ha megmondjátok, megmondjátok, egy repülőgép szerencsétlen, egy foreign correspondent, ez nem tudom melyik lehet hirtelen. Szabotás. 36-ból. De megyünk vissza az időben, de megyünk vissza az időben. szabotör 42-ből. 34-ből az ember, aki túl sokat tudott, ez is egy, ez egy DK, tehát egy, egy, egy na, Dán plakát, spanyol plakát, 39 lépcsőfok, vagy lépés. De kecset hív. Rengeteg filmje volt Hitchcocknak, rengeteg. Kijavítanám magamat, rengeteg jó filmje volt. Talán így a helyes. Notorius. Notorius hazudozó. Az idegen a vonaton. Az is egy durva film volt. Spellbound. Rebecca. rebecca szerintem nem láttam. Pedig sok Hitchcock filmet láttam. És sok meg is van. Notorious. Blackmail. Ez a zsarolás. Vertigo ez lesz, igen, ez, ez lesz a szédülés, a vertigó szerintem. Szédülés, ez volt a magyar cím, a szédülés. Szerintem ez, ez az, igen. Ennek mekkora jó sztoria volt. Annak iszonyat jó sztoria volt. Azt tudjátok, vagy nem tudom, hogy hát nézzétek meg. Annak, annak iszonyat jó sztoria volt, nekem az olyan tetszett. James Stewart, Grace Kelly. 39, Escalones. És van spanyol. Ez argentin. Mr. és Mrs. Smith. Na ez talán a mostaniak közünk is egy és másnak mondhat valamit, csak nem 41-ből, és nem Brad Pitt és Angelina Jolie. Mr. and Mrs. Smith. I confess, 53-ból. Na, hát ilyen annyira vártam már ezt. Annyira tudtam, hogy Perkins be fogják írni, mert ez, ez annyira, ez annyira. Tehát ez az arc, ez az arc, ez hát pszichó, igen, Anthony Perkins. <laughs> Komolyan, ha trükközik ezzel a kártyával, direkt ezt a lapot választanám. Peter Lor, hát azért neki is volt egy feje, maradjunk annyiban, az ember, aki túl sokat tudott ból. Itt van Hitchcock, Na, óriási telefon. Mekkora a telefon? Mekkora lehet a telefonszámlája? Hm? Mekkora a telefon? Na, Raymond Burr. Burr? Burr? Dial for murder. Dial M for murder. Na, végre, madarak. Hát váromból. Az is mekkora az a film. És csak egyetlen egy izét lapot szántak neki. A madaraknak. Vagy úgy voltak vele, hogy áh, már lerágocson mindenki madarak, madarak, nézzük a többit. Az ilyen kevésbé ismerte picskok filmeket. Vertigo. Igen. Ez tényleg jó volt ez a film, srácok. Higgyetek nekem, jó volt. Na, csak berakták a Joker a madarakat. Igen, a két madarak. Két madarak Joker van. Hát, hicskokról mindenkinek a madarak jut eszébe. Maradjunk ennyiben. Van egy olyan érzésem. Na, van Wayback dizájnos egyébként. Ezt elfelejtettem volna mondani. És hát piatnik minőség, tehát nem is tudom, ezzel lehet fárózni. Aha, mondjuk, hogy lehet, igen. Feje lefelé, de csinálok nektek egy ilyen nagy legyezőt. Egész jó, egész jó, egész jó. Egész jó. Na, srácok, hát igazság szerint... Ú, várjatok. Hát azt uh, ki nem hagyjuk ki nem hagyjuk ezt. Igen. Tehát srácok, ez volt a Hitchcock csomag, a Piatniknak egy ilyen Hitchcock csomag megemlékezése, vagy nem is tudom. Azért ez a fej, ez mindent visz. Mondjátok meg, ne csak a kártyáról mondjátok meg a véleményeteket, hanem nyugodtan így hicskokkal kapcsolatban is. Arra is kíváncsi vagyok, hogy, és komolyan kíváncsi vagyok, hogy tényleg, hogy van-e fiatalabb generációban, az idősebb generáció talán ő még szereti, de lehet, hogy nem biztos, de a fiatalabb generációból, hogy ismeritek-e, vagy láttatok-e már egyáltalán Hitchcock filmet, vagy, vagy, vagy érdeklődnétek-e iránta, vagy, vagy az is egy jó kérdés egyébként, hogy hogy megnéznétek-e mondjuk remékeket Hitchcock filmekből. Mert még, még az is lehet, hogy egyszer Hollywoodnak eszébe jut. Ja. Na, minden esetre köszi, hogy itt voltatok, és találkozunk a következő videóban, bármi is legyen az. Tartsatok legközelebb is velem, remélem ezt fogjátok tenni. Köszönöm szépen, szevasztok! Ha tetszett Damien videója, dobj egy lájkot és iratkozz fel a csatornára. Köszönjük figyelmüket a viszontlátásra!